estét kívánok mindenkinek! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Budainé Orosz Réka. Egy ünnepi adásnak lehetünk a részesei. Néha, amikor ilyen kerek dátumok vannak, vagy kerek évfordulók vannak, akkor érdemes egy picit számot vetni, hogy mi történt ez alatt a 4 év alatt. Elgondolkodtam azon, hogy hány kérdésre válaszolhattál már ezek alatt a webkonferenciák alatt. Én azt gondolom, hogy ennek a száma több ezerre tehető. Biztos. Több ezer kérdés és több ezer válasz. Több ezer emberi sors. Több ezer élet. Több ezer betegség. És remélem, hogy több ezer gyógyulás is. Hogy mire jó ez a keddi webkonferencia, azra mutatott rá, hogy egy folyamatos kapcsolódást kapunk mi is hozzátok, folyamatos visszajelzést kapunk arról, hogyha a kérdéseitekre feltett kérdéseitekre a válasz az talált süllyedt. Az mindig egy nagyon kellemes visszajelzés. Nagyon sok visszajelzést kaptunk az eddigi webkonferenciákon. Ezek a weblapon külön megtalálhatók a webkonferenciák menüpontban, és tegyem hozzá, nagyon sokat tanultam a webkonferenciákon. Én arra szeretnék most mindenkit előzetesen megkérni, hogy a fórum részben összegezzük azt, hogy főleg a régi motorosok, akik hétről hétre velünk tartanak, hogy mit kaptak, mit jelentett nekik ezek a webkonferenciák. De már vannak bejegyzések ezzel kapcsolatban. Arra szeretnék rávilágítani, Karesz, és erre kérnének benneteket, hogy írjátok le, hogy nektek mit jelentett, mit kaptatok, milyen problémákat oldottatok meg. Volt-e valami konkrét, kézzelfogható, valós haszna az elmúlt 4 év munkájának? Van-e olyan, amit másképp gondoltok? Van-e olyan, amit másképp láttok? Vannak-e olyan helyzetek, amelyek mondjuk most már nem jelentenek konfliktus, de pár évvel ezelőtt még valós konfliktusként értétek meg? Arra is szeretnék kitérni, hogy ez a 4 év, ez egy gyümölcsöző együttműködést is jelentett, hiszen nem csak a ti hasznotokra lett ez a webkonferencia, hanem úgy érzem a tiédre is, Karesz, mert ez alatt a 4 év alatt én még úgy webkonferenciát nem láttam, hogy elkezdtél, hogy arra ne készültél volna napokat. Okay. Még a fórumokra is. Azt látom, és engedd meg ezt a kis műhelytitkot, Most ki leszek beszélve. Ez egy ünnepi előadás, ez egy kivételes alkalom. Igyekszem rövid lenni, vagy nem. Nincs időkorlát. Azt láttam, hogy minden egyes webkonferenciára készültél, hogy előtten a való nap kipihented magad, hogy még arra is odafigyeltél, hogy mikor étkezz, hogy az emésztésed ne vonja el az erőt, energiát a webkonferenciától. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény és kitartó munka. Nagyon kevés feleség mondhatja el, hogy a férjét naponta látja tanulni. És én ezt folyamatosan látom. Azt is látom, hogy rengeteg időt és energiát fektetsz abba, hogy minél több embernek tudj segíteni, és remélem, hogy ez átmegy. Remélem én is. Hogy mi történt ez alatt a 4 év alatt? Rengeteg minden. Ha 2017-től számolunk, akkor nem sokkal a webkonferenciák elindulása után Hammer doktor tragikus halála nyomott egy nagyon nagy bélyeget erre a webkonferenciára, mert azóta talán még nagyobb lázzal és lendülettel dolgozol hétről hétre. Az is talán egy műhelytitok, hogy amikor Erlangenben voltunk Hammer doktor temetésén, akkor Karesz megfogadta Hammer doktor koporsója mellett, hogy ezt tovább viszi. De ahhoz, hogy ezt tovább tudja vinni, ahhoz kelletek ti is. Úgyhogy ez a negyedik éves webkonferencia szülinaphoz kelletek ti is. És 2017 után, vagy azóta azt látom, hogy egyre nagyobb lendülettel
vetett bele magad a germán gyógytudományba. A 4 év alatt született 2 gyerekünk is, mutatom őket. Az első a Hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyvben. Azért mondom közös gyereknek, mert körülbelül ugyanannyi feladat van benne, és ugyanolyan nagy szeretettel és gondossággal neveltet ki a kezeit közül Karesszel ezt a könyvet, az esettanulmányokkal, azokkal a csodálatos gyűlölások leírásával, amelyet a ti visszajelzéseitekből kaptunk és állítottunk össze. Ez volt a kezdeti lépés, 2018. május 17-én jelent meg. Hamel doktor születésnapján. 19. Igen, de azért jött el a pillanat ennek a könyvnek, mert itt ül mellettem a konspirátor és az inspirátor, aki mindig mondta, hogy foglalja már össze, hogy mi az, hogy germán gyógytudomány, úgyhogy minden embernek ez érthető legyen, és hát sose gondoltam, hogy én a fejemet könyvírásra adom, és erre föl, mit ad Isten, hát megírom ezt a könyvet, ami azóta is csak nézem, hogy vagy mint van, másnál a második kiadását élte meg, és azt mondom, hogy még ez még mindig jó. Ez a könyv 2019. május 17-én jelent meg egy könyvbemutatóval, ami számomra is óriási izgalmakat tartott magában, hiszen ez volt az Attiki legnagyobb rendezvényünk, amit legnagyobb létszámú rendezvény, amit szerveztünk, és nagyon érdekes volt látni azokat az embereket, akik a könyvhöz adták a saját esettörténetüket, és nagyon izgalmas volt ezeket az embereket látni, hogy honnan, hová indultak. Igen. És szerencsére rengeteg munka van még hátra, mert ugyanez lerakta az alapokat, viszont 2020-ra is elkészült a második kiadvány, a második könyv, aminek az a címe, hogy Pszichózisok és viselkedés változások a germán gyógytudomány fényében. Megint ő a hibás. Igen, ezt vállalom, hogy erre én bújtott, mindkettőre én bújtottalak fel. Ebben a könyvben a konstellált állapotokról, a viselkedés változásokról lehet olvasni, és nagyon izgalmas volt számomra az a pillanat, amikor eldőlt, hogy ez lesz a téma. Hadd áruljam el ezt is, hogy most ilyen kotyogós, kommunikatív kedvemmel vagyok. Van, igen. Amikor Karesz gondolkodott azon, hogy akkor kellene ezt továbbvinni, akkor ő a mozgással kapcsolatos programokról szeretett volna írni szívesen, és akkor megkérdeztem Kareszt, hogy miért nem a pszichózisokról írsz? Hát ez sokkal izgalmasabb téma. Neked. És akkor ez azzal a válaszsal állt elő, hát ez egy nagyon nehéz téma, és nagyon, nagyon bonyolult téma, és hát igazából ez óriási kihívást jelent a megírása is. Ja. Akkor lazán megkérdeztem, hogy miért, kire vársz, hogy megírja? Na, és ez volt az a kérdés, ami után rájöttem, hogy ezt más nem fogja megírni, csak hogy ehhez kellett egy csomó anyagot fordítatni az aranykönyvből, mind a két kötetéből, mindent, ami pszichózissal kapcsolatos forrás, mert ez senki nem mondta el nekem úgy, ahogy itt le van írva. És tényleg egy nagyszerű dolog, mert egy csomó mindenre rámutatott. Ebben a témában, viselkedésváltozásukkal kapcsolatos témában született rengeteg webkonferencia is, és tudom, hogy azok, akik megnézték, és visszajeleztek, hogy ez tényleg így van, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megérte. És az sem műhelytitok talán már, hogy most vajudunk a harmadik könyvvel, aminek a címét nem árulom még el. Nem. Egy annyira összefogott, annyira zseniális, ne arra gudjatok, hogy ezt ilyen szerénytelenséggel állítom, belefeledkeztem én is a
nyersanyag elolvasásába, és akkor ez bár azért dugta az orrom alá, hogy nézem át, és helyesírási hibák, és stb. De azon kaptam magam, hogy olvasom egy folytában, mert magával ragad. Annak ellenére, vagy azzal együtt is, hogy az elmúlt 7 évben azért a germán gyógytudománya, mi közös 7 évünkben a germán gyógytudomány azért reggel, délben, este jelen van. És így jártál. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó összeszedett kiadás lesz, ami akár a kezdőknek, akár az orvosoknak az örömért is fogja szolgálni, hiszen ennek a könyvnek az égisze, vagy a mottója az, amit Hammer doktor is megfogalmazott, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Erre szolgálnak ezek a webkonferenciák is, és én azt gondolom, hogy így 4 év, 2 nap után illene egy picit megállni, egy picit végig gondolni, hogy mennyi mindent tudtunk ez alatt a 4 év alatt közösen veletek együtt megoldani. Gondolok itt azokra a konfliktusokra, azokra a meg nem válaszolt kérdésekre, azokra a dolgokra, amelyeket együtt tárunk fel, kedről kedre, hétről hétre, és azt hiszem, hogy teljes mértékben egy másfajta gondolkodást szeretnénk elindítani veletek együtt. És szeretném ezt az ünneplést, ezt nem csak a mi 4. éves évfordulónkra, hogy 4 éves a keddi webkonferencia, hanem ezt az ünneplést arra is szeretném kihasználni, hogy megünnepeljük az 5. természettörvényt, hogy minden, ami létezik ezen a bolygón és élő szervezet, annak a célja a túlélés és a fajfenntartás. Vagyis mindennek a célja maga az élet. Az az élet, amit a biológiai kereteken túli létezéshoz. Azt nevezem én személy szerint nagybetűs életnek, amikor nem a biológiai szükségleteink, a biológiai kényszereink hatnak ránk. A keddi webkonferenciák talán a kezdetektől fogva túlmutatnak az egészségbetegség határán. Szeretnénk egy olyan utat mutatni, egy olyan útvonalat vagy útmutatót nyújtani az egészséghez, amely túlmutat a konfliktusok szinterén. Túlmutat azokon a területeken, ahol DHS-ek csapkodnak bennünket derültékből villámcsapásként, hanem elkezdeni egy olyan fajta életet élni, amely már kívül van a biológián, kívül van a konfliktusokon. Hát ez volna a lényeg, igen. Úgyhogy szeretnék most egy kocintás erejéig a kezedbe adni egy pici pohár bort, és szeretném, ha a ti egészségetekre is válna ez a webkonferencia, és szeretnék kocintani az életre, és arra a következő életútra, amiben egyre kevesebb konfliktus van, és egyre kevesebb DHS az életre. Az életre. És én nem iszom, mert akkor én tartom az egész esti webkonferenciát. Szeretnék nem szokványos módon kezdeni ezt a webkonferenciát. Szeretnélek meghívni benneteket arra, hogy most üljetek hátra, és próbáljátok meg felidézni az elmúlt 4 évet, a sajátokat. Azt, hogy mi történt veletek az elmúlt 4 évben. Biztos voltak kellemes és kellemetlen pillanatok is. Lehet, hogy rengeteg kérdésetek volt. Lehet, hogy rengeteg olyan helyzet, amiben konfliktust éltetek meg. És igen, az utóbbi 1 évben nagyon sokat voltunk egymástól távol, fizikai szinten, de talán kedről kedre egy kicsit lélekben mégis együtt. Szeretném, ha végiglapoznád ezt a 4 évet. Szeretném, ha meglátnád azt is,
hogy mindaz, amit ez alatt az idő alatt együtt töltöttünk, az annak volt a megnyilvánulása, annak a szándéknak, hogy szeretnénk egyre egészségesebbek lenni, és boldogan élni. Igen, vannak szomorú pillanatok is az életünkben, vannak születések és halálok, vannak nagy nevetések és nagy könnyezések, de ezek is az élet felejárói. Az élet él, és élni akar. Valójában minden, ami történik velünk, okkal és céllal történik. Pont ugyanúgy, mint ahogy Hamiltontól az 5. természettörvényben leírja. Nincs sorscsapás. Minden értelmes, biológiai külön program. Különben nem indulná. Vajon ki tudnánk ezt terjeszteni az életünk többi részére? Megtalálhatnánk az értelmet a betegségeink mögött? Nem csak a konfliktus, nem csak a DHS, hanem azt is, hogy mire tanít ez bennünket. Hogy ezek után milyen irányt vesz az életünk. És talán, ha felfedezzük benne a tanítást, az értelmet, a célt, akkor megtanulunk másképp élni. Megtanulunk nem sóvárogni a falatok után, nem támadásokban és bemocskoltságokban gondolkodni. Megtanulnánk értékelni magunkat, a helyet, hogy önleértékelésben élnénk. De megtaníthat bennünket az elválasztottságot átalakítani. Megtaníthat az ellenszegülésünket elfogadássá változtatni. Megtaníthat bennünket igazán szeretetteljesen élni. Ez lenne a cél. Torta helyett én most egy almát hoztam. Szeretném, hogyha ez a nap egy arról szólna, hogy miként ünnepeld az életet nap mint nap, bármi történik. Hiszen minden nap egy új lehetőség, egy új kezdet. Abban a pillanatban, amikor nézzük ezeket a fényes szikrákat, végig gondolhatjuk, hogy mit szeretnénk, mi a tervünk, mi a célunk, és mi a következő lépés ennek a megvalósításában. Én azt kívánom nektek és magunknak, hogy valósítsuk meg ezeket a vágyakat, ezeket a terveket, és legyen a legelső helyen az egészség. Mivel befejeztem a monológomat, ezért hadd kucincsak még egyszer veled, és veletek is. Kívánom, hogy a következő időszakokban sok-sok 4 éven keresztül maradjunk ugyanilyen közel egymáshoz, egy klik, egy kattintás távolságra, legyünk egészségesek, és szeretném megköszönni a kitartó figyelmeteket, a hétről hétre való ittléteteket, és szeretném megköszönni azt, hogy újabb és újabb kérdésekkel láttok el bennünket. És kívánom, hogy ez a kapcsolat, ami párotokkal már egészen baráti szintre emelkedett, ez sokáig gyümölcsözően egészségről, elfogadásról és szeretetről szóljon. Így legyen. Így legyen. Na akkor. És engedjétek meg azt, hogy most képviselek benneteket, hogy én itt mindig a laikus társaság voltam, aki néha blődebbnél blődebb kérdéseket tett fel. Engedjétek meg, hogy helyetetek. Adjak 2 puszit Karesznak. Köszönet képpen ezért a 4 évért. Köszönöm. Na kérem. Szóval Rékát nem lehet überelni, úgy gondolom, mert olyan felhozatát csinál, és olyan meglepetéseket, hogy én is csak nézek ki a fejemből, hogy
Mi jut még eszébe, mert ugye nem kell mondanom, hogy ez az egész így nem volt megbeszélve. Te csak gondolod. Te csak... Megbeszélve nem volt, de már régóta gondolkodtál. Ja, te gondolkodtál rajta, igen, de mindig tud meglepetést okozni ez a nő nekem, de ez a jelenlét a pillanatban az egy nagyon, de nagyon fontos dolog lenne az életünkben, hogy mindig megkeressük, hogy minek tudunk körülni, és nem azon agyalni, hogy mi lehetett volna másképpen, mint ahogy az történt. Nem tudom, feltűnt-e itt, biztos feltűnt, az erdélyi embereknek biztos feltűnt, hogy nem véletlen ennek az előadásnak a színkombinációja sem. És remélem, hogy rá fogunk döbbenni arra, hogy mi az egyetlen és valódi igazság az életünkben. Szóval Hámer doktor kihagyhatatlanul ma is itt van velünk, biztos itt ül valahol hátamnál, vagy itt van mellettem, nem tudom, csak mindig, amikor van egy-egy kérdés, ami úgy hirtelen, hogy is van ez, akkor úgy megjön a gondolat. Semmi más nem kell tennünk, mint Hámer doktor gondolkodását átvenni. Én is csak ennyit teszek. Ha megtanulunk Hámer doktor fejével gondolkodni, akkor megtanuljuk megérteni, megoldani és megelőzni azt, hogy egyáltalán megbetegedjünk, vagyis megtanulunk nagybetűs emberi életet élni. Nem véletlenül mondta Hámer doktor, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Mert nem elég a józan ész, nem elég a logikus gondolkodás, ameddig nem fogjuk az érzéseinket érzelmileg feloldani, addig ne várjunk semmilyen gyógyulást. Mert ugye tudott dolog, hogy az első természettörvényt úgy fedezte föl, azok után, hogy az itt látható 19 éves fia meghalt a karjai között. Senkinek nem tudnék ilyen drámai, váratlan eseményt kívánni az életébe, mert azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb dráma nem létezik az életében, mint hogy az elsőszülött fiát el kelljen temetni, vagy teljesen mindegy, hogy fiúról vagy lányról van szó, vagy hányadik gyerekről van szó, de ha a gyermekünk a karunk közt meghal, hát azt nem fogjuk másnapra mosolyogva megoldani. Természetes. De mégis, mondom, mégis a megoldás abban áll, hogy nem újjék el nap a haragunkkal. Ha nem is tudjuk feloldani azt a sokkot, amit egy-egy váratlan esemény hoz az életünkbe, de legalább azzal a megnyugvással zárjuk le a napot, hogy ha nem is értettem ebben a pillanatban, hogy ez miért történt, hogy történhetett ilyen, adjuk meg azt a lehetőséget, azt az időt, hogy az idő megmondja, bebizonyítja nekünk, hogy ez miért kellett az életünkben megtörténjen. Réka UFO-nak nevez, mert én 27 évvel ezelőtt voltam egy kardiológiai vizsgálaton, mert annak idején egy kicsit túlhajtottam magam, és éjszaka nem kaptam levegőt, és én nem járok orvoshoz, nem szedek gyógyszert, köszönöm, jól vagyok, hogy lehet így élni? Hát ez a titkom, elárultam. Tessenek mindenképpen minden kellemetlen élményt időben lezárni, vagy legalább lecsillapítani. És itt van a kezünkben ez a csodálatos My Studenten Mégyen, ez az arhaikus varázsdallam, ami segít nekünk már a konfliktus pillanatától ezt a konfliktus tömeget letranszformálni, vagy leállítani. Aki megnézte az erről szóló előadást, azt tudja. Mert ugye az életet ünnepeljük. És mi a probléma? Mi a biológiai összetevőnknek, ahogy Réka azt mondja, hogy biológiai bőrbuci, a 4%-nak. Mi a legnagyobb problémája? Pontosan a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem.
Teljesen normális, hogy Hammer doktor a fia elvesztésére egy heredaganattal reagált biológiai szinten. Ez teljesen normális. Ezzel nincsen semmi baj. Mert nem tudott kimászni a konfliktusból, de most már, ha tudjuk, hogy így működik a biológia, kérem szépen, próbáljuk meg lezárni békével a napjainkat, mert ezek a váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások, amiket természetes magányosan élek meg, mert köpni-nyelni nem tudok, mikor valami ilyen történik, hát akkor ez az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. És igen, ez a szervi elváltozás mindig megmutatja számukra, hogy mi az, amit valójában nem tudtunk megoldani. Ez mindig egy nagyon, de nagyon érdekes dolog. De ebben a pillanatban, amikor megtörténik ez a fantasztikus konfliktus, váratlanul, teljesen, mint derültékből a villámcsapás, akkor ne felejtjük, hogy kialakulnak a sinek. Kialakulnak azok a sinek, azok a körülmények rögzülnek, amelyekben megéltük magát a konfliktust, és ezek után már újabb konfliktus nélkül is képesek leszünk beindítani egy értelmes biológiai különprogramot, mert ugye mindennek az értelme a túlélés és fajfenntartás, és biológiai programról beszélünk, mert a biológiai testünknek a reagálásáról van szó, és külön program, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom, és akkor áll le, ha én leállítom. Ezek nagyon, de nagyon lényeges kérdések, és felhívnám a figyelmet az örök és legfontosabb megoldási kulcsra, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz, ez gondolom különösebben nem kell kifejtenem, hiszen nem az a alapvető probléma, hogy mi történt, amit mindenki el tud mondani, hanem az, hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. Ez az egyetlen dolog, ami az agy közvetítésével én bennem indít el egy szervi választ. Természetesen vannak olyan standard konfliktusok, vagy megélések, vagy olyan szervi elváltozások, amelyeknek tudni lehet, hogy mi a kiváltó oka. Természetesen. Ebből szól a Hammer doktornak a tudományos táblázata. De mindig az az egyetlen kérdés, hogy én mit éltem meg, és ki tudja ezt más jobban elmondani, mint maga a beteg. Ma is kaptam, illetve ma az éjjel kaptam levelet, hogy valaki rettenetesen beteg, rákos, végstádiumban van, fájdalmai vannak. Mit lehetne tenni? Hát vajon mit lehetne tenni? Amikor valaki fuldoklik, akkor meg tudjuk tanítani úszni. El tudom neki mondani, hogy figyelj te drága, nyugodjál meg, vegyél mély levegőt, és az egyik karod így tegyed, a másik karodat úgy tegyed. Nem fog menni. Nem fog menni. Tehát a germán gyógytudományt azelőtt kéne megismerjük, még mielőtt bármilyen váratlan esemény el nem indít bennünk egy szervi választ. Itt van a DHS pillanata, ami a becsapódásával kiüti azt a színusz görbét, amit előtte látunk. Vagyis a nappali szimpatikus és az éjszakai paraszimpatikus idegrendszer hatást. Egyszerűen felborul, és amit látjuk, szimpatikotónia lép fel. Vagyis, amiről annyit kell tudjunk, és ezt mindenki tudja, mindenféle anatómia vagy életlen nélkül, hogy feszült idegállapotban vagyok, hogy zakatol az agyam, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, semmi étvágyam nincs enni, nem tudok elaludni, felriadok, ha mégis sikerül elaludnom, magas a vérnyomásom, magas a pulzusszámom, és a gondolataim egy irányban zakatolnak. Ezt egyszerűen stressznek szoktuk lefordítani. Stresszes az életem, mert vállalkozó vagyok, és most, mint nagy vállalkozó, ért engem egy hatalmas igazságtalanság, hogy témában legyünk, és ez a hatalmas igazságtalanság
és akkor mindenkinek volt ilyen az életében, tudja, hogy miről beszélek. A konfliktus pillanatában elindít bennem egy szervi választ. Semmi probléma. Megoldódik a nagy igazságtalanság, és mi fog történni? Hát, fájni fog a nyakam. Be lesz gyulladva, vagy éppen az izmom is, vagy éppen valami kattogni fog benne. De érzem, hogy fáj minden mozdulatra. Jaj, persze, elfeküdtem. És ha nyár van, akkor biztos, hogy a légkondi a hibás. Nem, kérem szépen. Ez az exudatív fázis, ami alatt rendbe tesszük mindazt, amit konfliktus aktív fázisban sikerült a biológiának megtennie a túlélés érdekében. Az epileptoid krízisben, itt kérem szépen, el fog múlni a fájdalom, ha csigolyáról, vagy éppenséggel egy porckorong sérvről van szó, viszont hatalmas izomgörcs lesz a nyakamban, ugye torticollisnak nevezik, így marad a nyakam, és teljes testtel fordulok el, mert izomgörcs lépett föl. A lényeg az, hogy ebben a pillanatban el fog múlni az a fejfájás is, ami még az exudatív fázisban jelen volt a életünkben. Utána pedig még mindig fájdalmat érzek, ha izom van, vagy visszatér a fájdalom, ha csontról, porcról van szó, és ebben a hegesedési fázisban úgy érezzük magunkat, hát, mint a kifacsart mosogatórony. De, mint mondtam, minden lélek agyszerv szinten zajlik, és itt látjuk középen a becsapódását annak a konfliktusnak, ami éppen megtörtént. Ez nem a nyakról szól, ez egy paracentrális becsapódás a mozgás relébe. Tehát ez itt, kérem szépen, a két lábnak a lebénulását fogja okozni, mégpedig úgy, hogy a gerincvelőt semmi, de semmi nem érte. Nincs haránt lézió, csak egyszerűen valakinek a két lába nem akar úgy mozogni, mint eddig. Egy mozgásban megélt konfliktus. És körkörös gyűrűk alakulnak ki ebben a pillanatban, tehát ha ebben az esetben az embernek csinálnak egy koponya CT-t, itt látjuk, hogy a párhuzamosan az agy alappal, akkor egy ilyet fognak látni. Mi történik a megoldást követő fázisban? Hát jön az exudáció, vagyis a folyadékgyülem nem csak a nyakamban, vagy más izületemben fog létrejönni, hanem létrejön a hámerigócban is, és itt két vízgyülemet is látunk, a két nyíl erre mutat. Ez itt éppen egy veszteségkonfliktusnak a megoldási fázisa, mert a herének, vagy nyilvánvaló, hogy a betegtől megtudjuk, hogy here vagy éppenséggel a veseparenkimáról van szó, de hát nem a fényképeket elemezzük, hanem mindig a betegről tartjuk a kapcsolatot, és ez is egy megoldásban levő góc, ami éppen már átment az epileptoid krízisbe, afelé tart, és kezd belőle kipréselődni az a folyadék, ami benne van, és ezért fog megszűnni itt a fejfájás. És ha már itt tartunk, akkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy soha nem a leleteket kezeljük. A leleteket úgy hívjuk, hogy kiegészítő vizsgálatok. És engem még Marosvásárhelyen úgy tanítottak, hogy a kiegészítő vizsgálatokból, ami belefér a kórképbe, azt elfogadjuk, ami nem fér bele, azzal nem foglalkozunk. Nem az a lényeg, hogy mennyi valakinek a koleszterin szintje, vagy éppenséggel, mekkora ebben a pillanatban a vércukor szintje. Nem az a kérdés, hogy mennyire, milyen szinten írja le önmagát, mint önleértékelés, és mit tud tenni annak érdekében, hogy odafigyeljen a viselkedésére, és az ellenszegülését folyamatosan észrevegye, és elengedje. Ugye az imént a második természettörvényről volt szó, még itt, mindig itt van az a csodálatos grafikon, ábra, amin Hammer doktor ábrázolja, hogy mi történik tulajdonképpen az értelmes biológiai külön program két fázis alatt, a konfliktus aktív és a megoldás követő fázis alatt. Igen, ha végigfut a program, akkor ez pont így fog kinézni. De mi történik ez alatt? Na erre ad választ a harmadik természettörvény, és megint csak a józan paraszti eszünket vegyük elő,
sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát mit fogunk csinálni? Sejteket szaporítok, sejteket sorvasztok, vagy a működésüket fogom megváltoztatni. Nos, mi történik tehát a harmadik biológiai természettörvény során? Sejteket építünk, bontunk, vagy működést változtatunk, és ahhoz, hogy erre mind rájöjjön Hammer doktor, neki is az alapokig le kellett ásnia, és ezt mindenkinek ajánlom, bármilyen szakmában is dolgozik, lapozzon vissza az alapokig, mert ott van az igazság még leírva. A továbbiakban viszont olyan következtetéseket vonhatnak le a dolgokból, amelyek már nem állják meg a helyüket. Szóval röviden, embriológia, vagyis egyetfejlődés, vagyis az a 9 hónap, amit mi az anyamében eltöltöttünk, mindannyian remélem tisztában vagyunk azzal, hogy nem a gólya hozott minket, hanem a megtermékenyített petesejtből alakult ki minden szervünk és minden szövetünk, és itt látjuk azt az állapotot, amikor ebből a megtermékenyített petesejtből már 3 csiralemez alakul ki, az endoderma, a mezoderma és az ektoderma. Szóval ez a 3 csiralemez, a belső, a középső és külső csiralemez magyarul, olyan sejteket ad, amely sejtek egy életen át ugyanazt a működést fogják végezni. Tehát ezek a sejtek nem fognak átalakulni egyikből a másikba. Látjuk, ezek a nyilak egyirányúak, tehát az áttétektől való félelmet már is kizárhatjuk, mert áttétek bizony nincsenek. A lebontott sejtek újrahasznosítása megtörténik a nyirokcsomókba, de az egy biológiai recikling, újrahasznosítás, és nem áttét. Láthatjuk azt is, hogy bizonyos agyi központok azok, amelyek ezeknek a csiralemezeknek a sejtjeit irányítják. Vagyis itt hierarchia van, rend van. Nérem szépen, mindig mondom, hál' Istennek nem demokrácia van a biológiában, mert akkor az élet már kipusztult volna. Rend van. Tehát azok a sejtek, amelyek a belső csiralemezből alakultak ki, azt mindig az agytörzs fogja irányítani, és mindig ezek a sejtek ugyanazt a dolgot fogják csinálni. Ugyanez vonatkozik a külső csiralemezből származó sejtekre, amit látjuk, azt az agykéreg irányítja. Itt látjuk a keresztmetszeti képeit is, az agyalappal párhuzamosan készült képeknek a grafikus ábrázolását, és a narancssárga vagy középső csiralemezből származó sejteket két részre osztjuk, a régi mezodermából származókat a kisagy fogja vezérelni, az új mezodermából származókat pedig a nagyagy fehér állománya. Ezt már nekünk különösebben nem kell tudnunk a gyógyulásunkhoz, azt kellene tudnunk, kérem szépen, hogy mit, hogyan éljünk úgy, hogy a bennünk levő programokat ne aktiváljuk. Itt van Hammer doktornak a csodálatos táblázata, amit mikor először megláttam, és azt mondta nekem valaki, aki nem orvos, hogy ezen rajta van az egész medicina, hát így nagyon furcsán néztem rá. Mondom, nem mond nekem, hogy amit 6 évig tanítottak erre, az 1x20x160-as papírra felfér. Hát természetesen, hogy nem az egész medicina van rajta, viszont az a gondolkodás rajta van, ami megtanít minket a biológiailag logikusan gondolkodni. Igen, mert látjuk, hogy itt is a 3 csiralemeznek a színei ismétlődnek, a sárga, a narancs és a piros. És ezekben a külön programok mind szerepelnek. Benne van, hogy mi a kiváltó ok, tehát mi maga a DHS, hová csapódik be, mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldást követő fázisban. Leírja Hammer doktor azt, ami egy egyszeri programban történik. De természetesen, hogy az élet sokkal bonyolultabb ennél, és sokkal több dolgot fogunk elkövetni magunk ellen tudatlanságból, de ne feledjük, hogy még mindig az irányítás nálunk van. Mi fogjuk eldönteni, hogy mi történik az életünkbe, amikor kimászunk a pokoli szerepekből. Tehát az agytörzs, amit látjuk a sárga oszlopban, találjuk az agytörzshöz kapcsolódó összes
értelmes biológiai különprogramot, és itt ugye azokkal a dolgokkal van elfoglalva mindenkinek a biológiai teste, ami az ő saját túléléséhez szükséges. Akkor kórusban mondjuk most, mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék, fény, hang, ennyi. Tehát ha ez mindenkinek van, és esetleg a víz helyett még egy kicsi bor is van, szóval akkor jól is érezhetjük magunkat, mert nem kell félnünk attól, hogy itt a vége fussan vége. Ennyi kell a túlélésünkhöz. Az egy másik kérdés, hogy az intelligens, nagy okos agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. És ezért minden, amit én meg akarok kapni, az a biológiám számára falat. És tudok én falat konfliktusként átvitt értelemben elindítani biológiai programot, tehát meg akarok kapni egy új autót, egy új házat, egy átmenő jegyet, vagy éppenséggel csak egy fagyit. Ezek azok a dolgok, amelyek falat konfliktusként az agytörzsbe fognak becsapódni természetesen, és elindítják a programokat. Nagyon lényeges tudnunk, hogy a magány, az egzisztenciális konfliktus vezet a víz visszatartáshoz. Ez kérem szépen az a program, ami megöl minket. Még egyszer mondom, ez az az a program, ami megöl minket. És pontosan azért, mert ebben a pillanatban úgy működünk, mint a halak, mint a partra vetett hal, és begyűjtöm a vizet a szervezetemben, nyilván pont oda, ahol folyik egy másik biológiai program. Nem véletlen, hogy a jobb bokán, vagy a bal bokán, vagy a mell üregbe, vagy a hasüregbe gyűjtöm össze a vizet. Abszolút, de nem. Nem véletlen szerint. Itt rend van, amint mondtam. De kérdezem én, lehetek én magányos, ha tisztában vagyok annak, hogy része vagyok a mindenségnek? Lehetek én magányos akkor, ha tisztában vagyok azzal, hogy nem ez a 4% vagyok, aki látható egy képernyőn keresztül, akit reggel megborotválok, megfürdetek, megetettek, rendbe rakom, tényleg csak ennyi lennék? Ha tisztában vagyunk azzal, hogy a szemünkkel, kérem szépen, csak 400 és 700 nanométer hullámhosszúságú sugarakat látunk, ez a fehér fénynek a spektruma. Ennyit látunk a világból. Akkor legalább tudnunk kéne arról, hogy van még akkor 96, és talán az a fontosabb. Tehát amikor a biológiai tudatosságon túl már egy másfajta tudatosságot is magunkévá teszünk, és tisztázzuk, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor látni fogjuk, hogy a magányosság, hát szóval ez vicc kategória. Ilyen nincsen. Ilyen csak a biológiában van, mert ha egyedül vagyok, meghalok. Ha ezt valaki így gondolja, hogy ez így igaz, akkor még kőkeményen csak biológiai szinten gondolkodik, tehát van. Na jó. Kisagy, támadások, vélt vagy valós támadások. Megint ott van, hogy az agyam nem tesz különbséget valóságállom illúzió között. Vélt vagy valós támadások. Mind a kettőt ugyanúgy élem meg. Nem kell csak attól félnem, hogy befordulok az utcán, és szétrugják a fenekemet, és tudok magamnak hatalmas írha vastagodást indítani, mert itt is sejtet szaporítok, konfliktus aktív fázisban, pont úgy, mint az agytörzsi programoknál, és nem csak az számít, hogy megtámadtak engem, hanem az is számít, hogy bemocskoltak. Te jó Isten, mi ez, hogy bemocskoltság? Szégyenérzés. Mi az, amitől még szégyelni kéne magam? Azért, ami elmúlt, vajon nem úgy viselkedtem akkor, mint egy nagy biológiai majom, és azért cselekedtem úgy, mert a túlélés ösztöne vezérelt? De most már felébredtem. A múlton úgyse tudok változtatni. Mi lenne, ha azzal foglalkoznék, hogy a mai naptól másképp csinálom, mint eddig? Mi az, hogy aggódás, gondozási konfliktus? Mit oldunk meg a gondozási konfliktussal? Ja, csinálunk meldaganatot, akár férfi, akár nő. Mind a kettőnél láttam már. De mi értelme van? Semmit nem oldunk meg. Ja, ez az én kivetített félelmem.
Ha őszinte vagyok magamhoz, miért aggódok a gyermekemért? Mert mi lesz velem öregségemre, ha a gyermekemmel valami baj lesz? Bocsánat, ez biológiai gondolkodás. A szeretet az nem erről szól. Az igazi szeretet arról szól, hogy elfogadom a gyerekem minden hülyeségét, minden döntését, úgy, ahogy van, és hagyom őt tanulni, tapasztalni. És biztatom abban, hogy elérje a célját. És nem aggódom érte, hanem ott vagyok mögötte, de nem szólok bele az életébe. Hagyom tanulni, tapasztalni. De nem támogatom élethossziglan, papabank és mama hotel, hanem azt adnítom meg neki, hogy képes legyen megállni a lábán. És akkor már nem kell aggódnom. Hú, agyvelő, gyönyörűségem, önleértékelés egyenlő önpusztítás. Ez az egyenlet, ezt jegyezzük meg. Ez a néma gyilkos, mert senkinek nem fáj se a nyaka, se a válla, amikor éppen benne van az igazságtalanságban. De fájni fog a megoldásban. Miért? Hogy a biológiám többet építsen vissza, mint amit lebontott, mert ebben van a biológiai értelem. De hát én nekem dolgoznom kell. Ja, persze. És beveszek olyan gyógyszereket, amit nem is neveznék gyógyszernek, mert leállítja a gyógyulási fázist. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mit veszek be, mit teszek, hogyan és miként viszonyulok én önmagamhoz. Nem a homeopátia és a családállítás fog engem meggyógyítani. Csak hirtelen kaptam ki néhány dolgot, de rengeteg dologgal foglalkoztam 15 éven keresztül. 15 éven keresztül kerestem a megoldást. Ilyen kitartó vagyok. És végül megtaláltam a germán gyógytudományt, ami mindent helyre tett. És akkor felhívom a figyelmet, bármilyen tudással rendelkező. Nem a jelenlegi tudásunkba kell belegyömöszölni a germán gyógytudományt, hanem a germán gyógytudomány szerint kell átnézzük, hogy az, amit tanultam, abból mi az, ami jó, és mi az, ami kukába való. Igen, nagy takarítást kell csinálni itt, és kukázni azokat a dolgokat, amelyek megbetegítenek. Nem igaz az, hogy minden gyógymód jó valamire. A gyógyuláshoz a dolgoknak a tisztázása és megoldása, a konfliktus tisztázása és megoldása. Aztán, hogy a gyógyulási fázisban én milyen gyógyfüvet, milyen gyógyteát fogyasztok, vagy egyáltalán milyen fájdalomcsillapítást alkalmazok. Akit érdekel, van két előadás, gyógyszeres terápia a germán gyógytudományban, az egyiknek a címe. De egy nagyon fontos kérdés, hogy az vért vagy alos támadás, az önleértékelés, valamint a piros oszlopba tartozó programok, mint birtok és elválasztási konfliktusok, ezeknél mind bejön a kezűség kérdése. A kezűség, kérem szépen, ez egy lényeges kérdés. Az a lényege ennek, hogy mindannyian vagy jobb, vagy balkezesek vagyunk. Két balkezes nem létezik. Az a lényeg, hogy a kezűség megmutatja konkrétan, hogy kivel kapcsolatos a bajom, a programom, a konfliktusom. Van anya-gyerek önmagam, ez a jobbkezesnek a bal oldalon fog tüneteket okozni, és van a partner oldal, ami a jobbkezesnek jobb oldal fog tünetet okozni. Balkezesnél mi lesz? Hát balkezesnek bal oldalon lesznek a partner oldali tünetei, és jobb oldalon lesznek az önmagával, anyával vagy gyerekével kapcsolatos konfliktusainak a szervi megnyilvánulásai. Ennyire egyszerű. A biológia soha nem hazudik. Tehát valakinek, ha jobboldali vállízületi problémája van, akkor abból az is kiderül, hogy ő jobbkezes vagy balkezes. A piros mező, tehát az ektodermából származó sejtek értelmes biológiai különprogramját tartalmazza, és amint tudjuk, ugye ezt az agy kéreg irányítja. Birtok és elválasztási konfliktusok. Jegyezzünk meg egy mondatot. Csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni. Nagyon lényeges mondat. Próbáljuk meg ennek alapján
listázni, hogy mi az, amihez én foggal körömmel ragaszkodom. Mi az, amit nem tudnék csak úgy lazán elengedni. Na, mert abban fogom a legnagyobb konfliktusokat megélni. A működésváltozások itt vannak a táblázatnak az alján. Nincsen ezzel semmi, de semmi probléma. Mindenről van külön webkonferencia anyag. Most csak azért időztem el egy kicsit ezen a táblázaton, hogy lássuk, hogy a logikus gondolkozásnak az alapját a három csíralemezen alapuló gondolkodás adja, és nem a szervek szerinti atlaszban való gondolkodás. Az Hammer doktort mélységesen feldühítette, amikor bemutatták neki ezt a bizonyos szervatlaszt, és két lábban rúgta fenékbe a szerzőjét, aki azután arról beszélt, hogy Hammer doktor megbolondult. Hát kérem szépen, nem kommentálom. Ez történet magáért beszél. Szóval miért lesznek krónikus betegségeink? Mert nem oldjuk fel a konfliktust. Nem oldjuk fel a konfliktust, kérem szépen, hanem benne ragadok, és lesz belőle függő konfliktus aktivitás, ahogy látjuk itten. Tehát el se jutok a megoldásért, és béna maradok egy agyvérzés után, mert bolondot csináltak belőlem, átvertek, mint azt a bizonyost a deszkán, és úgy maradtam. És még mindig görcsben van a kezem. Még mindig ragaszkodom valamihez. Az igazságomhoz. Ajaj. Aztán van a függő gyógyulás. Mert hát átmentem ugyan a megoldásba, de jönnek ezek a kis rövid sinek, amik folyamatosan elakasztják ezt az egészet, és veszük észre, egyre hosszabb lesz a megoldási fázis, tehát pont a fordítottja fog történni annak, mint aminek történnie kellene. Vagyis ha a program elején én építettem falat, konfliktus, bemocskoltság, gondozás, támadás, akkor a megoldásba többet bontok le, mint amennyit le kellene bontanom. Ha a konfliktus aktív szakaszban bontottam önleértékelés, nyaki program, vállprogram, vagy éppenséggel elválasztási konfliktus, akkor a megoldásban többet fogok visszaépíteni, mint amennyire szükségem lenne. Jaj, persze, ez krónikus, degeneratív, autoimmun, genetikai, ismeretlen, stb. Elnevezéseket fog kapni. Hát helyes. És policiklikus, ez az, ami legalább nem unalmas. Mert megoldok ugyan valamit, eljutok a végére, de hát újraindítom. Miért? Mert még mindig nem tanultam meg, hogy ne aggódjak, és csinálok egy másik meldaganatot, vagy nem volt feloldva ez a drága konfliktus a megoldás pillanatában, nem érzelmileg lett lezárva, és ezért természetesen a sinek gondoskodnak arról, hogy emlékeztessenek, hogy édes gazdám, jó lenne a programot befejezni. És azt is tudjuk a negyedik természettörvényből, hogy nem vagyunk egyedül, akit magányosnak érzi magát, tudjon róla, hogy 10-szer több baktérium van a testében, mint amennyi emberi sejtje van. Nagyjából úgy néz ki, hogy mi vagyunk vendégségben a baktériumainknál. Hoppá! És akkor beszedünk mindenféle antibogyót, hogy kiírtsuk a baktériumokat, antibiotikum, antibiosz, életellenes szer, benne van a nevében. Én nem mondom, hogy nem szükséges bizonyos esetekben, ha túl hosszúra nyúlt a konfliktus aktív fázis. A tüdőgyulladásban, ha akkora a baj, illik adni antibiotikumot, de nem az oldja meg a feladatot, mit csinál az antibiotikum, visszatesz engem ide a konfliktus aktív fázisba. Ugyanezt csinálja a kemoterápia, visszatesz a konfliktus aktív fázisba, és már nem fáj annyira. Ennyi az egész. Szóval mi a valódi megoldás? Hát igen, lezárjuk békével a napjainkat, természetesen, de ha ez nem jön össze, akkor itt vannak a drága gombák, aztán vannak, kérem, gomba baktériumok, vannak baktériumok, és vannak vírusok. Ezek csíralemezhez kötötten fognak segíteni. Na, ez az, amit Hammer doktor felfedezett és hozzátett ahhoz, amit addig is tudtak, hiszen tudjuk jól, hogy Louis Pasteur a halálos ágyán visszavonta azt a nagy
bizonyos nagy felfedezését, hogy a mikroorganizmusok okozzák a betegséget. Nem. A bennünk élő, még egyszer mondom, a bennünk élő mikroorganizmusoknak pont az a feladata, hogy lebontsák a felesleges dolgokat az első két programban, agytörzs és kisagyi programban. Hogy visszaépítsék a hiányzó sejteket az önleértékelés és az elválasztási konfliktusokban, meg birtokkonfliktusokban. Ennyire egyszerű, teljesen logikus. De hát kinevezzük gombás fertőzésnek. Ilyen nincs, hogy gombás fertőzés. Olyan sincs, hogy elkaptam valakitől valamit. Egyetlen dolog, hogy a félelem, az, ami beindítja bennem azt, hogy elindítok orrtüneteket, garattüneteket, köhögök, birtokféltés, stb. Az ötödik természet törvény pedig rámutatta arra, hogy mindennek értelme van. Vagyis mindennek a lényege, a túlélés és a faj fenntartása. Könyörgök, az, amit mi betegségnek neveztünk, az csak a része, a megoldást követő fázisa ennek az egész történetnek. A lényeg megértésének a törvénye. Ez, ha ezt az egyet, ebben meg tudnánk nyugodni, és erre múlt héten is kitértem, ha ebben az egyben meg tudnánk nyugodni, meggyógyulnánk. Még egyszer mondom, ha meg tudnánk nyugodni, el tudnánk hinni, hogy a biológiai testünk sokkal nagyobb tudós, mint bármely professzor, sokkal jobban tudja, hogy mit kell helyre tegyen, mint bármely professzor. És meg is teszi, ha ezt megengedem neki. Vagyis, ha nem indítok el újabb meg újabb programokat, és hogyha megnyugszom, ha ismerem, hogy hogyan zajlik le egy-egy biológiai program, akkor mitől kell félnem? Ennyire egyszerű. Ugye tudod dolog, hogy Rékának a gyógyulása annak volt köszönhető, hogy félelmeit minden este feloldotta, vagyis lezárta békével a napjait. És három daganat és szklerózis multiplex eltűnt. Ja nem, én vagyok a hibás. Én már akkor ismertem meg, amikor ő már 95%-ban meg volt gyógyulva. Már letette a mankóit, mert két mankóval járt. Ezért gyógyult meg. Könyörgök, más nem tudja ezt megcsinálni. Ez csak Réka tudja megcsinálni. Mi lenne, ha meg tudnánk nyugodni abban a tudatban, hogy minden értem, és nem ellenem történik? Ez egy fantasztikus tudás, megnyugvás lenne. Ja, miért nem ezt tanítják az egyetemen? Hát, mert ha ez egy hipotézis lenne, az 5001. hipotézis lenne, akkor tanítanák, hogy volt valaki, aki úgy gondolta, hogy és további kutatások szükségesek még, hogy beigazoljuk, hogy valóban úgy van-e. Na, erről szól a medicina, meg minden tudományos cikk. De 98-ban végre, egyetemi szinten, a Nagyszombati Egyetem igazolta, hogy Hamer doktornak igaza van. Ez nem kérdés. Senki nem tudott, senki tudományosan nem tudott nemet mondani mindarra, amit Hamer doktor ráállít. De hát akkor mit kell csinálni? Hát elébe kell állni, és hülyét csinálunk belőle. És addig csinálunk hülyét belőle, míg agyvérzést nem kap. Igen. Szóval értsük meg, hogy ezeket a dolgokat senki nem tudja tudományosan megcáfolni. Az alapja az embriológia. És bocsánat, aki egy megtermékenyített petesejtből fejlődött ki, az vissza így fejlődött ki. Volt neki három csiralemeze, és abból lett minden sejtje, minden szövete. Ezzel senki nem tud vitatkozni. Ebből vizsgáztunk első évben embriológiából. Igen. És fel voltam háborodva, hogy miért kell ezt megtanulni, hiszen ez egy átmeneti állapot. Arra 9 hónapra vonatkozik, amik ott vannak. Hozzám nem méhen belüli gyerekek fognak jönni, hozzám kész emberek jönnek, a receptírásban ezt nem fogom használni. Tiltakoztam első éves koromban ezzel, az egész ellen, hogy mi a fenének kell ezt megtanulni.
Na, most már nem írok receptet, de a gondolkodásomat ez határozza meg. Jó lenne, ha az alapokat tennénk rendbe ahhoz, hogy megtaláljuk az okát, a megoldását és a megelőzését minden szervi bajunknak. Szóval, ha a DHS arról szól, hogy önleértékelés, akkor természetes, hogy ez mit fog tenni? Hát elindul az önpusztítás. És az önpusztításnak a mértéke az pontosan attól fog függni, hogy milyen súlyosan éltem meg én azt, amit megéltem, és mi volt annak a témája. Mert nyilvánvaló, hogy a téma kiválasztja a megfelelő részét a testünknek, és a súlya az érzésnek meghatározza, hogy ott milyen szövetek lesznek érintve. Ennyire egyszerű ez az egész. Szóval a biológiai program végére viszont erősebb lesz minden lebontott szövetünk egy önleértékelés után, mint amilyen volt. Ez a biológiai értelem. Ezt ne feledjük el. A fájdalom csak a megoldáskor jelentkezik. Hoppá! Miért kell fájjon? Hogy maradjak vesztek, hogy engedjen meg, hogy a lebontott, gyenge szövetemet a biológián megerősítse. Nyilvánvaló, hogy a csontfájdalma lesz a legerősebb fájdalom. Az izmoknak a visszaépítésekor, izomrángások, epileptoid krízisben mondtam, hogy görcs fog föllépni. Nyilván, ha van egy elválasztási konfliktusom vele, akkor már epilepsziáról beszélünk. A lágrészeknek a visszaépülése nem okoz különösebb fájdalmat, és a nagyon jó hír, a zsírszövetnek a visszaépítése nem jár fájdalommal. Hú, ha az fájna, hogy kiabálnának az emberek az utcán? Jobban odafigyelnének a testsúlyukra, ugye? Itt van az az agyi térképről a grafikus ábrázolás, ami bemutatja nekünk, hogy a fejünk tetejétől egészen a kislábunk ujjáig megvan a képviselete testünk minden részének. És ezekben a pontokban fog becsapódni a megfelelő konfliktus. Ha csontról van szó, pont ott, ahol itt ez fel van rajzolva, hogyha önleértékelés izom, akkor mellette erek, kötőszövetek szintén ezen a területen fog becsapódni. Tehát mondjuk egy vállizületi program, mert ugye itt van a váll, most abba belepottyantattam, itt van a válnak a programja, akkor ha itt érintett a csont is, a porc is, mármint izület, vagy érintettek az egyéb szövetek, mint lágy részek, akkor itt egy hatalmas nagy relé fog kialakulni, amit megnéznek majd a koponyacétén, és rögtön ránk fogják, hogy te jó Isten, ez daganat. Nem, kérem szépen. Most egy kicsit részletesebben, mint 4 évvel ezelőtt, nézzük meg, hogy mi is történik a nyakunkkal, mert ugye az igazságtalanság ért engem. Hát ez borzasztó. Hát a bíróságon nem adtak nekem igazat. Hát könyörgök, aki a bíróságra jár igazságot keresni, az annak nagyon sok pénzébe fog kerülni, és nem fogja megkapni. Ez a tapasztalat, de lehet még kísérletezni. Tehát a legsúlyosabb igazságtalanságok az a nyaki gerincnek a csont és ízületeit fogják érinteni. Az ízület az már középsúlyos. A legsúlyosabb mindig a csontot érinti. És fájdalmatlanul sorva, természetes, és ebben a helyzetben spontán törés tud létrejönni. Össze tud roppanni egy nyaki csigolya, abból eltűnik a méz, a szervetlen anyag, és ugye az a röntgenen keresztül úgy néz ki, mintha az felszívódott volna, aszeptikus csontnekrózis. Nos, kérem, a megoldásban jön a fájdalmas visszaépülés. És az epileptoid krízisben eltűnik a fájdalom, majd újra jelentkezik. Na, de itt van a legnagyobb gyilkos, a függő gyógyulás. Mert akkor mit csinálok? Bontok, építek. Bontok, építek. És ha ez egy csatornáról szól, akkor az a csatorna egyre szűkebb lesz. Megértjük, hogy hogyan tudok magamnak nyaki gerinc csatorna szűkületet gyártani? Mert ezt se levélbe küldték, kérem szépen, a parlamentből, hanem ezt én csináltam magamnak. Igen.
Ja, ezt oszteoszarkómának fogják nevezni, mert nyilván a csontszerkezet átalakul. És ami már nem úgy néz ki, mint ami normális, az már rák, 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 rák. Igen, minden rák. Minden sejtszaporulatot elnevezhetek ráknak. Gyakorlatilag minden sejthiány sorvadásnak vagy fekélynek. Nincs ebben semmi rossz, csak annyira negatív élmények kapcsolnak minket a rák kifejezéshez, hogy nem tudom, ki kéne találjak valami más nevet, hogy ne rákoskodjak itten, hanem valami mást mondjak. Na szóval, duzzanat. Csak hát az megoldási fázisban is van. A függő gyógyulásban tehát szűkület, oszteoszarkóma, és hát a fájdalom miatt létrejön egy mozgáskorlátozottság. Most elárulom azt az egy mondatot, ami engem ennyire megbolondított. Itt van Osótól. Ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. Tovább is van, a weblapnak a tudástárában megtaláljuk recept helyett Osótól néhány gondolat karbantartásra. Én ezt a recept helyett, ezt a lapot kinyomtatva, recept mellébe oda tettem a betegnek, és akkor jött a bejelentés, feljelentés, hogy a doktor úr megbolondult, mert könyvekkel és CD-kkel gyógyít, és a polgármester be is hívott engem emiatt, és akkor szóltam, hogy oké, akkor csinál te. Elvégre a polgármester mindenhez ért, akkor átadjuk neki a stafétát, és csinálja ő. Szóval én nem szoktam vitatkozni senkivel sem, hanem tovább megyek. Ha boldog vagy, igazad van, de mit jelent az, hogy boldog? Ezen elgondolkodtunk? Mert megvan a kényelmem? Mert a gyerekeim sikeresek? Mert teli van a hasam? Mert kifizettem az adósságom? Vagy mert ittam egy pohár bort? Ennyi a boldogság? Vagy az a boldogság, ami nem az anyaghoz kötött, ami azt a lelki békét jelenti, ami itt bennem van, ez senki el nem veheti. Ez a legnagyobb kincsünk. Amikor békében élek önmagammal és a világgal. Ez az igazi boldogság. Amikor egységben élek önmagammal és a mindenséggel. És rájövök akkor, hogy úgy vagyok tökéletes, ahogyan vagyok. És ezt mindenki rajtam kívül látni fogja, hogy másképp viszonyulok magamhoz, másképp viszonyulok a világhoz, és lehet, hogy azt mondják, hogy lehet, te megbolondultál, de hát kérem szépen, szabad a választás. Én így érzem jól magam. A nyaki izomzatot is képesek vagyunk, kérem, tönkretenni. Itt van a fejbicentő izom, látjuk. Sternocleidomastoideus, három feje van. A mastoideus itt van, a csecsnyúlványon. A sternum ugye az a mellcsont, és a kleido a kulcscsontra tapadó. Mondjuk úgy néz ki, mint egy Y fejjel lefelé. És ennek a fejbicentő izomnak fantasztikus szerepe van. Mert tudom forgatni, tudom hajlítani, ha kettő együtt húzhatik össze, akkor hajlítom. Amikor egyenesítem, akkor hátulsó, tarkótáji izmok húzódnak össze, de ennek el kell engednie. Ó, ez olyan gyönyörű, hogy tényleg a biológia az egy fantasztikusan szép dolog. Szóval az igazságtalanság ért engem, igen, és ezt úgy élem meg, ezt a hatalmas igazságtalanságot, hogy ezt nem tudom elfogadni. Hatalmas igazságtalanság ért engem, mutatom, és ezt nem tudom elfogadni. És elkezdi a fejem ezt a rángatózást, ezt a mozgást ismételni. Ez a hatalmas áldozatnak a jele, hogy szegény én, mekkora tragédia áldozata vagyok. Hát ezt nem lehet elfogadni. Aztán, amikor már úgy néz ki, hogy kibékült vele, persze nem érzelmileg oldotta fel a beteg, akkor az már az az igazságtalanság, hogy az ő feje egyfolytában mozog. Volt ilyen esettörténetünk. De van egy másik történet, igen, amikor igenlő mozgást végzünk. Vannak emberek, akik mindent jóvá hagynak. Ők senkivel nem vitatkoznak. Na ezek azok, akik azt mondják, hogy minden gyógymódnak létjogosultsága van. Így van, így van, így van, így van, igazadban.
Miért ismételnek mindent? Mert nincs saját véleményük. Mindig mások véleménye után mennek, és kényszeresen mindent helyeselnek a túlélés érdekében. Miért? Mert képtelen vagyok nemet mondani, tehát igen, igen, igen. Ha boldog vagy, akkor annak a mellékhatása az is, hogy egészséges vagy. Nézzük tovább akkor, hogy milyen egyéb dolgok vannak még itt a nyakunkban. Hát vannak nyaki ütőerek, meg nyirokcsomok. Hoppá! Hallottunk olyanról, hogy érszűkület? Persze! És csak a jobb oldalt. És a bal oldalt miért nem, doktor úr? Ha ugyanaz a vér megy mind a két oldalon, miért csak a jobb oldalt van? Ja, mert jobbkezesként éltem meg az igazságtalanságot egy partnerviszonyban, mondjuk munkahelyi igazságtalanságként. És ez az igazságtalanság nincs feloldva. És újra meg újra, minden nap újra élem, mikor bemegyek, mikor kijövök, akkor abba hagyom. Tehát mit csinálok? Bontom az érnek a falát, a károtiszony, a kiütőérnek a falát, itt van. Bontom a falát, visszaépítem, bontom, visszaépítem, bontom, visszaépítem, és ugye mi lesz? Egyre többet építek vissza, és ez lesz az, ami nyaki érszűkületet fog okozni, és nem a tepertő. De van még, tehát itt az az igazságtalanságnak a témájában, azért az ér, az ütőér az, ami érintett, mert én itt a küzdelmet nem hagytam abba. Én minden nap, mikor bemegyek a munkahelyemre, ezt szeretném igazolni, de mégis nekem van igazam, és keresem a módját annak, hogy bebizonyítsam, hogy igazam van. Még akkor is, ha ezt nem ismerték el. Igen ám, de van az a helyzet, amikor ugyan nem adtak igazat, de azt mondom, hogy mindegy, túléljük. Feloldottam én ezzel a dolgot? Nem, besepertem a szőnyeg alá. Besepertem a szőnyeg alá. És akkor a nyirokcsomók lesznek érintve. És bontom és építem, és egy gyönyörű Hodgkin limfomát fogok visszaépíteni. Nyilvánvaló, hogy Hodgkin limfomát a test más részén is tudok én csinálni magamnak, csak az arra a testrészre vonatkozó konfliktust kell megélnem ebben a stílusban. Ennyire egyszerű. És akkor jellegzetes sejtek jelennek meg, nyilván a megoldást követő fázisban, mert konfliktus aktív fázisban, olyan ez a szegény nyirokcsomó, mint az emmentáli sajt. Csupa lyuk, aztán visszaépül. És akkor rák, rák, mint a csókák a jegenyefa tetején. Rák, na, remélem, hogy immunizálom a társaságot, ez ellen a szó ellen. Amikor az a problémám, hogy én voltam igazságtalan egy másik emberhez. Ugye anya-gyerek, partner oldal. Egyértelmű. Ha én voltam igazságtalan, hát az hatalmas probléma, és mit csinál, ahol titkos féreg, fogarág, igen, furdal a lelkiismeret. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy lelkiismeret furdalás, mert ezt mesterien tudják bennünk kelteni, főleg családban. Ez nagyon egy nagyon jó bevált technika, hogyan lehet a másikat arra késztetni, hogy azt csinálja, amit én szeretnék, hogy csináljon. Ugye itt jön a manipuláció, megjön a megfelelő kommunikáció, és ezért kell megtanulni a szívtől szívig kommunikációt a háromnapos képzésen, hogy ne essünk áldozatul egy-egy ilyen manipulatív beszélgetésnek, és ne engedjük, hogy lelkiismeretet furdalást keltsenek bennünk azért, mert. Bocsánat, valaki álljon oda, és legyen szíves, mondja meg az anyukájának, tudod, anya, te, amikor én 5 éves voltam, ott felejtettél engem az oviba, szégyeld magad. Hát, vicc! Ez vicc, nem ott felejted, a dolga volt, és nem ért oda, mire oda kellett volna érjen. Ennyi az egész. Mikor fogjuk a múltat lezárni úgy, hogy a lelkiismeret ne furdaljon semmiért? Vannak dolgok, amire én sem vagyok büszke az életemben, de tudom, hogy akkor nagy majomként éltem. És azért történt mindaz, mert a túlélés és a faj fenntartás ösztöne beszélt.
Semmi probléma. Ez a biológiai dr. Budai László Károly története. De én nem az vagyok. Én Karesz vagyok. Szóval itt jön az, amikor helyre rakom az identitásomat. És nem a biológiai identitásommal, a származásommal, a családommal, a tudásommal, a munkahelyemmel, és a többivel foglalkozok, hanem helyre teszem önmagam. Nos, akkor nem lesz még válízületi programunk sem. Mert mi történik a legsúlyosabb esetben? Hát kérem szépen, létre tudjuk hozni a csontoknak is a bontását és visszaépítését, meg nyilvánvaló a porcoknak is. A válízület egy nagyon csodálatos ízület. Aki autószerelő, az tudja, hogy mi az, hogy féltengely. Szerintem a féltengelynek a kitalálása, a válízületnek a tanulmányozásával kezdődött. Van egy kicsi vápa, és ebbe belemegy a felkar csontnak a fej része. A lényeg, hogy itt azért annyira mozgékony a válunk, mert maga az a rész, ami tartja, az körülbelül annak az ívnek az egyharmada. Kis csont és kiegészítve porcokkal, és szalagok azok, amelyek megerősítik. És hát akkor egyértelmű, hogy igencsak egy sérülékeny részről van szó, ha a válunkról beszélünk. Minden laza lesz, mint a rigalánca. Lesznek emberek, akiknek a váluk csak úgy spontán, lazán kiakad. Olyan könnyen kifiszamodik a váluk, hogy egy rossz mozdulat, és már kiakad. Miért? Mert még mindig konfliktus aktív fázisban van a lelkiismeret furdalása. Aztán, mikor végre megtörténik a megoldás, na akkor jön a visszaépítés hatalmas fájdalommal. Ha az ízület érintett, úgy hívjuk, hogy artritis. Ez a folyamat policiklikusan folyik, akkor nyilván, vagy függő gyógyulásban, akkor vagy ugye állandó fájdalom, vagy visszatérő válfájdalmaim lesznek, de ez elalaktalanodáshoz, vagyis artrózishoz fog vezetni, ha ízületről beszélünk, ez még a szerencsésebb, mert ezt csak degeneratívnak hívják. Igen ám, de ha csont érintett, hát az már életveszély, az már rák. Itt látjuk az oszteoszarkómának a képét, a röntgen képét. Nos, itt pedig fent egy kificamodott válnak látjuk képességgel a történetét. Nos, a válnál azért nem árt tudni, ez már egy ismétlés, hogy vannak ugye lágyszövetek, és Isten ments a hónaj árkot kihúzni vizsgatételként anatómiából, mert ott nagyon meg tudnak fogni minket. Kérem, itt annyi kábel van, hogy villanyszerelőleg kéne legyek, hogy megtaláljam, hogy melyik micsoda. Hát persze ez vicc, mert azok, akik ezzel tisztában vannak, képesek úgy érzésteleníteni egy felső végtagot, hogy megtalálják a megfelelő ideget, és csak azt zsibbasztják le. Tehát ez már művészet. Kérem, ez már művészet, vezetéses érzéstelenítésről beszélek, és nem kell a beteget bealtatni. Na de miről szól a történet? Hát ugye vannak izmok, vannak ízületek, és hát közöttük ugye látjuk, hogy a nyaki szakaszból jönnek az a sárga színnel jelzett idegek. Osztóerek, gyűjtőerek. El ne higgyük, hogyha felboncolunk valakit, vagy belenézünk, akkor ott sárgával, pirossal, meg kékkel fogjuk látni a megfelelő anatómiai képleteket, ez csak didaktikai rajz. De annak függvényében, hogy az izom vastagodás melyik részen történt, megbeszélhetünk olyanról, hogy Scalenus szindróma, és akkor becsipődnek az erek és az idegek, kosztoklavikuláris, tehát az első borda és a klavikula kulcscsont szindrómája, mert ott idegek, a megfelelő idegek fognak beszorulni, és a hiperabdukciós, amikor ugye hátra nyújtom a kezemet, és akkor szorulnak be bizonyos idegek, és jönnek bizonyos tünetek, ez nem a laikus közösségnek a problémája, ezt oldja meg az a kolléga, aki ezzel foglalkozik. Ne feledjük el azt,
hogy a szindrómával, vagyis amikor én a magányosságot, a teljes kilátástalanságot élem meg, mert kórházba kerültem, kórházkonfliktus, mert elvitte a tyúk a kenyerem, szóval csődbe mentem, vagy éppenséggel, mit tudom én, valami nagy családi tragédia történt. Akkor a víz be fog gyűlni pont a vállamba, és tízszer úgy fog fájni, mint ahogy fájna, ha ezt az egészet nem indítanám be. Mi zár le? Itt van, ez a vesegyűjtő csatorna. A hellekacs, és ez itt végig, a szövetszaporulat miatt ez lezár, és onnantól kezdve a víz bent marad, és nyilvánvaló, amikor ilyenkor ízületi fájdalmaink vannak, hát az elképesztő lesz. Az elképesztő lesz, és emelkedik a húgysav szint, amit már közfénynek fognak nevezni. De egy pillanatra szeretnék visszahozni egy nagyon fontos képet, mégpedig ezt. Miről szólt itt a történet? Arról azt mutatta meg, hogy itt van a vállízületnek a reléje. De mi van akkor, ha engem a lelkiismeret furdalás anyagyerek és partner oldalon is furdal? Na, ekkor alakul ki az a megalomán viselkedés, amire hát azt mondjuk, hogy nagyot mondó ember. Vagyis nem mindig a 100%-os igazat mondja. Szóval azok az emberek, akik többet állítanak önmagukról, mint amekkorák, vagy amilyenek. Mindenki tudja, hogy milyen, de kiállítja magáról a bizonyítványt. Teszem azt, a gyerekével volt, és a partnerével volt, vagy nem, gyerekkel, és a munkahelyen. Oké. Lelkiismeret furdalásom van, mert a gyereknek megígértem, hogy ott leszek, de nem voltam ott, és aztán ő be is int nekem, hogy tudod, apa, nem mondta nekem semmit, mert megint nem jöttél el, és a munkahelyen is van lelkiismeret furdalás, mert nem kellett volna beintsek a főnöknek, mert azért az mégis egy kicsit sok volt, és hogy fogok viselkedni? Hát kijelentem, hogy én vagyok a legjobb apa a világon, mert nézd, mi mindent megteszek a gyermekemért, és én vagyok a legjobb mester abban a körletben, vagy abban a gyárban, többet tudok, mint egy mérnök, zsebre vágom a mérnököket ide, pedig technikus vagyok, nem jártam egyetemre, de többet tudok, mint egy mérnök, mert. Szóval, ez a viselkedésváltozás teljesen normális. Képzeljük el, ha ez nem így lenne. Hát lebontanám mind a két vállát az illető ember, és csak azt venni észre, hogy te jó Isten, elhagyott az egyik karom, meg a másik karom. Most már csak két lábam van. Tehát ennek így nincs értelme, ez nem biztosítja a túlélést. De pont azáltal, hogy megalomán, na ezzel viszont leállítja azt a nagyfokú szövetpusztítást, amit konfliktus aktív szakaszban elindított, és ezzel a viselkedésével viszont pontosan a fordítottját teszi annak, mint amit maga a konfliktus kiváltott volna. És ez lesz az, ami a túlélését biztosítja. Az igaz, hogy egy megalomán emberrel együtt élni, az nem kis kihívás. De ha tudom, hogy mi volt az anyával kapcsolatos, vagy a gyerekével kapcsolatos konfliktusa, és azt feloldjuk, amikor az a megoldási szakasz eljutott a végére, ott megszűnik a megalomán konstelláció. Ezért a legjobb dolog megalomán embereknél ezt megkeresni, hogy mi volt a baj az anyával, mi volt a baj a gyerekével. Mert hogy a világban még hány emberrel volt neki konfliktusa, az már kérem szépen teljesen másról szól. Én remélem, hogy ebben az összefoglalásban sikerült ismét rádöbbennünk ahhoz, hogy a megértést, a megoldást és a megelőzést számunkra a germán gyógytudomány fogja biztosítani, és egy valós tudományról beszélünk, ami reprodukálható. Ez a tudományosság alappillére, ami nem reprodukálható, az nem tudomány. És nem azoktól a körülményektől függ a megbetegedésünk, hogy van-e légkondi, vagy nincs légkondi, meg húzat volt, meg nyitva volt a buszban az ablak, felejtsük el, nem. Ezeket
ezeket a szervezetem tökéletesen meg tudja oldani. Mindig elmondom, hogy mínusz 50 és plusz 50 fok között a biológiai testünk még életképes. Nem ez a probléma. Nem is az a probléma, hogy hogyan táplálkozom, akkor probléma, hogyha gyógyulási fázisban nem adok megfelelő táplálékot a szervezetemnek, tehát elindítok egy MAI programot, vagy hiányos a táplálkozásom. Ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Nem tartoznak a balesetek, a sugárzások, a mérgezések, nem tartoznak ide, ezeket ezen a szinten kell megoldani, de ide tartozik minden, ami lélek vagy szerv szinten indult el, és ezen a szinten kell megoldani, és érzelmileg kell lezárni a programot, vagy szenvedhetek tovább tudományosan. Ennyire egyszerű. És ha megértjük, hogy a konfliktusok halmozásával változik meg valakinek a viselkedése, és ugye erről is van könyv, hát akkor már azt is tudjuk, hogy hol lehet segíteni ezeknek az embereknek. Én nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt ezen a jubileumi webkonferencián. Thank you.
Thank you.